magyart az egyik legnehezebb nyelvnek tartják Európában. Habár nyelvtani rendszerünk hasonló sok más európai nyelvhez, hangképzésünk ázsiai gyökerekre vezethető vissza épp úgy, mint kultúránk és hagyományaink jelentős része. Nyelvünk gyökerei után kutatva Dél-Kelet-Ázsiában találkoztunk egy tájföldön élő magyar emberrel, aki az elmúlt éveket arra tette fel, hogy minél jobban megismerje az ázsiai életformát, az emberek gondolkozását, szokásait, s elsősorban a nyelvet, melyet használnak. Ennek a hosszú, fáradtságot és időt nem kímélő kutatómunkának az eredménye egy igazi nyelvi kuriózum, az első tájmagyar szótár. Tájföldön kerültem kapcsolatba tájnyelvvel 92 elején, amikor egy szerzetes meghívotta a dél-tájföldi kolostorába, és ott egy fiúval kerültünk közelebbi baráti kapcsolatba, és ő volt az, aki vitt a motorjával, és mondta tájul a szavakat, én pedig ismételtem utána. Egy saját nyelvünk alakult ki, hiszen ő nem beszélt angolul, én nem beszéltem tájul, és ahogy én egy pár szót megtanultam, így kevertük az angollal a tájt, és amikor mi beszélgettünk, azt senki más nem értette, csak mi, ahogy ez persze így a jó ismerősök vagy barátok között szokás. Mindenképpen szép élmények fűznek hozzá, hiszen akkor úgy érkeztünk oda, hogy nem volt senki, akire számíthatnánk, és ő, illetve a családja is befogadott bennünket. Először egy becenév volt, az, hogy Té, és aztán ezt kiegészítették egy keresztnévé, hogy Thong Thé, aminek a jelentése egyébként az, hogy tiszta arany.